napot kívánok, tisztelettel köszöntök mindenkit. Tartok egy rövid bevezetőt, elhelyezzük a globális térben mindazt, amiről most a következő percekben szó lesz. Amik adottságok, amiket figyelembe kell vennünk, amik meghatározzák a mi politikai és gazdaságpolitikai mozgásterünket is. Népességnövekedés. Az elmúlt 100 esztendőben a népesség a négyszeresére nőtt. 2050-ig még 2 milliárddal fog nőni a föld népessége. Hozzá szoktam tenni, mert ez így, kimondom a 2 milliárdot, mindenki azt mondja, jó, legyint a kezével. De hogyha hozzáteszem azt, hogy ez a 2 milliárd, és ez egy valamivel több mint 30 év növekménye lesz, akkor ha ehhez hozzáteszem, hogy az emberi faj megjelenésétől az első világháború végéig, ez egy meglehetősen hosszú időszak, nőtt ennyivel a föld népessége, akkor már egészen más dimenzióba kerül ez az előttünk álló 31-nehány év. Tehát népességnövekedés. A vízfogyasztás ehhez képest a 8-szorosára, az energiafogyasztás, és itt kanyarodunk rá a témánkra, az pedig a 12-szeresére nő, tehát a népesség növekedéséhez képest 3-szor nagy gyorsan nő az energiafogyasztás. Ennek az energiának mind a mai napig minden szélerőművi, naperőművi beruházás ellenére a 80%-a fosszilis. Ezek tények. Az is tény, hogy az Európai Uniónak az a célkitűzés, hogy 2050-re klíma semlegesek legyünk, azaz csak annyit bocsássunk ki, mint amennyit a természetes elnyelők semlegesíteni tudnak. Ez is tény. És akkor rögzítsünk egy harmadik tényt, hogy Magyarországnak mi ebben a pozíciója. Azért ezt mindig elmondom, és szerintem nem ok nélkül tesszük ezt. Jó, hogyha felidézzük, 1990-hez képest 90 volt mindig 90 a bázis év, 90-hez képest Magyarországon 33%-kal csökkentettük a széndioxid kibocsátást, úgyhogy közben a GDP jelentősen nőtt, és mindig elfelejtik hozzátenni, közben azért zajlott egy erdősítési folyamat is Magyarországon, és az elmúlt 100 évben a trianoni veszteségeket persze nem tudtuk pótolni, de mégiscsak közel a duplájára nőtt Magyarországon az erdőterületnek a nagysága, ami jelentősen növelte az elnyelőknek a kapacitását. Na hát itt vagyunk, és akkor még egy nemzetközi kitekintés, mert enélkül szerintem megint csak nem teljes a kép. Úgyhogy kicsit hosszabb lesz a bevezető, ezért elnézést, utána már te fogsz beszélni. Már csak kérdezni fogok. A két nagy kibocsátó van, az egyik Kína, a másik az Egyesült Államok. A két kibocsátó nélkül, az ő érdemi kibocsátás csökkentésük nélkül nyilvánvalóan bármilyen klímacél, az annak a teljesítés esélytelen. Tehát nélkülük ez reménytelen küzdelem. Nézzük meg Kínát, egy pillanatfelvétel. Kína széndioxid kibocsátása 2020-23-ban, az idei évben a csúcsra, most van csúcson, hogy aztán a következő évben mi lesz, azt még nem tudjuk. Igaz, ezt mindig hozzáteszem, hogy az egy főre eső széndioxid kibocsátás Kínában még mindig körülbelül az egyharmada annak, mint ami Amerikában látható. Tehát az egyfőre esője még mindig sokkal jobb. Amit viszont kevesen tudnak, engem is meglepett egyébként, amikor készültem a beszélgetésre ez az adat, hogy Kínának az elmúlt évek fejlesztései során a nukleáris és a megújuló, ez jelent nap- és szélenergiát és vízenergiát, a nukleáris és a megújuló energia kapacitása, a beépített kapacitás 50%-át elérte Kínának. Ez elég melbevágó adat volt nekem, vagy legalábbis ismeretlen dolog volt. Az Egyesült Államok vonatkozásában pedig azt érdemes elmondani, hogy az Egyesült Államok olajimportőrből az elmúlt évtizedben olajexportőrré vált, palagáz, palaolaj felfuttatására került sor, hogy a Biden kormány minden klíma fogadkozás ellenére 3 nagy alaszkai olajmező kitermelésére adott engedélyt az elmúlt hetekben, és ennek a kibocsátása annyi lesz, hogyha ezt 30 évig, körülbelül 30 évig fognak működni ezek az olajmezők, mint Magyarországnak a 3,5 éves teljes kibocsátása. Na, ezek a dolgok, amik azt gondolom, hogy meghatározzák, vagy keretét adják a beszélgetésnek, és akkor itt az első kérdés. Ugye megszületett egy új nemzeti és klímaterv. Mi ennek a lényege? És aztán szeretném, hogyha pontról pontra végigmennénk az egyes erőforrásokat, elindulva mondjuk a
induljunk el a széltől, és aztán majd megérkezünk a geotermikus energiához, jó? És akkor mindegyiket majd tételesen végigveszünk, de egy rövid összefoglalót, hogy mi ennek az új klímatervnek a lényege, oszd meg velünk, Gábor, légy szíves, a tudásodat. Köszönöm szépen, köszönöm a meghívást, elnök úr, és üdvözlöm a résztvevőket is, és lehetőségként éljük meg az Energiaügyi Minisztériumban, hogy a energiapolitika és a klímapolitika összefüggéseiről néhány gondolatot megoszthatunk itt a jelenlévőkkel, és megoszthatok én magam a jelenlévőkkel. Az állításom az, kiinduló állításom az, és ezen alapul egyébként a Nemzeti Energia és Klímaterv is, hogy egy szuverén energiapolitika a klímasiker kulcsa. Tehát ez a kettő szorosan összefügg. Van néhány pont, erre majd kitérek, ahol ellentmondást érzékelünk mi is, és döntési pont van egy szuverén energiaügyi akcióterv és a klímapolitika között. Ezek nagyrészt átfedésben vannak ezek a gondolatok. Kicsit távolabbról indulok, és remélem érthetővé válik, és meg fogok érkezni valahol, hogy a kormány alapvetőleg azt a kérdést vizsgálja, hogy miért jó itt Magyarországon élni. És három egyszerű kérdést tesz fel. Az első kérdése az, hogy kivel éljünk Magyarországon együtt. Erre a családpolitika és a migrációs politika ad egy választ. A második kérdése, hogy hogyan éljünk Magyarországon. Erre egy munkaalapú gazdaság és a rezsipolitika igyekszik feleletet adni. És a harmadik kérdés, hogy hogyan éljünk, és hol éljünk pontosabban, és ebben segít nekünk az energia és klímapolitika, és ebből talán látszik, hogy ez egy oszlop a kormányzati gondolkodásnak és kormányzati működésnek, maga a Nemzeti Energia és Klímaterv. Az evidenciaként kezeljük három tényt a klímával kapcsolatban, hogy égető kérdés, elsősorban amiatt, mert a vízháztartást jelentősen érinti. Azt sem vitatja a dokumentum, hogy ugyan a földtörténeti korok között jellemző hőmérsékleti mozgás, gondoljunk csak a miocénra vagy a krétakorra bizonyos részeire, de az időtávja drasztikus az emberi beavatkozás hatásának, ezért foglalkozni kell vele. A harmadik, amit nem vitattunk, hogy döntően a széndioxid kibocsátás felelős a klímaváltozásért. És ehhez képest próbálja az állításait megfogalmazni a Nemzeti Energetikai és Klímaterv. A következő állításom az, hogy ha nagyon leegyszerűsítem a folyamatot, elég drámai, amit te is mondtál a bevezetődben, tehát hogy jó ideje foglalkozik most már ezzel a világ, és Európa különösen, és látszólag hatás nélkül, sőt. Energiahordozók nem tűnnek el, csak bővülnek, a felhasznált mennyiségek is bővülnek. Néha az az érzése az embernek, hogy a fejlődéshez használjuk fel azokat az új energiahordozókat, amelyek belépnek az energiamixbe. Tehát elég drámainak tűnik a kép, de ha mégis leegyszerűsítem, valahol a megoldás kulcsa a megújuló energiába kellene, hogy legyen. A megújuló energia nagy részt ki tudná váltani a fosszilis energiahordozókat, aminek viszont egyetlen komoly ahilles sarka van, amelyre még a mai tudomány nem tud választ adni, a tartós évszakok közötti tárolása az elektromos energiának. Amíg ezt a tudást meg nem szerzi a világ, addig egy átmeneti periódusról beszélünk. Magunk között ezt többféleképpen szoktuk megfogalmazni, és talán azt mondanám, hogy egy technológiai átmenet korába élünk, ahol a fő kérdéseinkre hidrogén, akkor a CO2-nek a leválasztása, tárolása, már rendelkezünk technológiai megoldásokkal, geotermia kitermelése, abor áram előállítása. Az más kérdés, hogy mai viszonyok szerint az még drága, és egyszerűen a gazdaság számára értelmezhetetlen. De megoldásaink már vannak, egyedüli igazi megoldásunk az elektromos energia tárolására nincs. Amíg ennek csírái nem látszanak, nekem az a véleményem, hogy egy átmeneti periódust élünk, és akkor az nagy kérdés, hogy egy hazai energiapolitika ezt az átmeneti periódust hogy próbálja átvészelni. Milyen válaszokat ad rá?
Említettem azt, hogy a klímapolitika és az energiapolitika kéz a kézben jár útjuk nagy része. De van 3-4 olyan terület, ahol a magyar kormánynak döntenie kell, hogyha odaérünk, hisz a szuverenitás és a zöld átállás az itt ellentmondásban van. Ez a 3-4 terület a következő, ahogy a jelenlévők is, és te is tudod, a villamosenergia termelésnek, a megújulók bekapcsolásának az egyik legnagyobb problémája a kiegyenlítő energiabiztosítása. Ezt rövid távon nem tudjuk máshogy megtenni, mint CCGT úgynevezett gázüzemű erőművekkel. Itt már ütközik a zöld politika és a szuverenitás. Hogy miért beszélek szuverenitásról? Hisz ez nem másért kell, mint hogy a megújuló energiát be tudjuk kapcsolni a rendszerbe, ami meg a szuverenitásunk alapja. A második ilyen témakor a hazai gázkitermelés növelése, amely eltökélt célunk. De kétségtelen, hogy a széndioxid kibocsátás miatt ennek vannak negatív hatásai. A harmadik ilyen jelentős terület pedig a mátrai erőmű kérdés, amelyre azt hiszem majd ki fogunk térni. Igen, arról majd külön szeretném, hogyha szót váltanánk, igen. És röviden is le is kanyarítom, hogy összességében a Nemzeti Energia és Klíma terv a szuverenitásra épül, meghatároz olyan fő számokat, amelyeket hiszünk, hogy tudunk teljesíteni. Ezek egyelőre 2030-as célrendszerűek. 2050-re az Európai Unió a netto zéró kibocsátását még egyfajta ajánlásként fogalmazza meg a tagállamoknak. Később kell ennek részleteit kifejtenünk. De 2030-ra hisszük azt, hogy a 1990 szinthez képest az üvegházhatású gázok kibocsátását 50%-os szintre tudjuk csökkenteni. Azt is hisszük, hogy a végső energiafelhasználás 785 petazsúrról 750 petazsúra tud visszahúzódni. És abban is hiszünk, hogy a megújuló energiaforrások aránya az egy 30%-os szintet el tud érni. Hogy ezt lebontsam mondjuk a villamos energia mixre, a minisztériumom elsődleges célja, hogy a Paks 2 bekapcsolásával 2030-as évek elejére legalább 50%-át a villamos energiának fenntartható módon állítsuk elő, magyarul atomból és megújulóból, és 2050-es célszámunk ebben meg 80%. És ezzel a 2030-as 50%-os céllal, kiegészítve még a hazai földgázzal, egyéb megújulókkal a napon kívül, el fogjuk tudni érni a év nagy részében az energiaszuverenitást. Nem, vagy csak csökkentett mértékben fogunk rászorulni az importra. Szóval a NECT 5 fő választ ad ezekre a kihívásokra. 5 fő módon kívánja ezeket a célszámokat teljesíteni. Ez pedig ugye a fenntartható energiaforrások direkt első szintje, atom, nap, mindenki által ismert, 2010 óta erre építi az energiapolitikáját a kormány, ebben semmi újdonság nincs. A 2010-es évek elején ez még meglepetést okozott, ma már evidenciának tűnhet, nincs is nagyon más választásunk az ország földrajzi és geológiai viszonyaiból adódóan. A fenntartható energiaforrások második szintje, ami a második beavatkozási terület, beszélek itt geotermiáról, beszélek itt szélről, és beszélek itt vízenergiáról, amely ki tudja egészíteni az atom és a nap hiányosságait. Közlekedés elektrifikációja a harmadik fő beavatkozási terület, a negyedik az energiahatékonyság elérése középületeknél, vállalkozásoknál és a lakosságnál is, és ahogy te is említetted, a természetvédelemnek van egy fontos ága az erdősítés, amely tényleg impozáns számokat mutat az elmúlt 100 esztendőben, de még 1990-hez képest is a kommunizmus bukása után 20-30%-kal nőtt az erdőterületek aránya, és 5 millió tonna széndioxidot le tud kötni egy évben a hazai erdőállomány, tehát egy mindenképpen egy olyan kiaknázatlan
vagy már részben kiaknázott terület, amelyre erőforrásokat és ötleteket érdemes pozícionálni. És végezetül a bevezetőm végén engedjenek meg egy gondolatot, hogy viszonyul a magyar energia- és klímapolitika az európai és brüsszeli elgondolásokhoz. Egy patrióta kormány nem is tud másképp gondolkodni, mint hogy a jövő generációjának védelme, és főleg a vízbázisok védelme miatt a klímapolitika az egy hangsúlyos terület. De nem tudjuk nem kritikával szemlélni az elmúlt másfél év tevékenységét, amit Brüsszelből tapasztaltunk. Ha elfogadjuk azt, hogy közös európai cél, a zöld átmenet biztosítása, ha elfogadjuk, hogy ez szükséges ahhoz, hogy Európa gazdasága önállóra álljon, ha már mesterségesen leválasztotta magát az eddigi orosz-európai egyensúlyról, amely a Oroszországból a nyersanyag, Európából a tudás meg a tőke kettősségére épült. Ha erről leválasztottuk magunkat, akkor ehhez pénz kell. Nem csak ötletek, hanem pénz kell. Az Európai Unió válasza erre az, hogy az úgynevezett helyreállítási alap az 150 milliárd eurót szánt energiaátállása és energiafejlesztési területekre. És érdemes megnézni azt, hogy mi történt az elmúlt másfél esztendőben. 2021 végén elkezdtek megugrani a gáz és a villanyárak. A békeidős gázár az olyan 20-25 euró per megawattóra környékén volt. 2021 végén azt tapasztaltuk az MVM-nél, akkor még ott dolgoztam, hogy ez már egy 50%-os, 50 euró per megawattóra szintre felment. Még nem volt háború, még nem voltak szankciók. Ezt úgy azonosítottuk, hogy ez egy fenntarthatósági felár. Akkor kezdtek el működni az Európai Uniónak azok a mechanizmusai, amelyek direkt pénzügyi eszközökkel próbálták zöld átállásra kényszeríteni a tagállamokat. Majd kitört a háború, és elkezdtünk egy ellátásbiztonsági felárat fizetni. 100-150 euróra emelkedett megawattóránként a gázára, a békeidős 25 euró szintről. De ha ez még nem lett volna elég, 2022 nyarán belépett egy szankciós felár is, ugyanis minden ellátási és pénzügyi láncot, ahogy az orosz energia áramlott Európába, elkezdett támadni az Európai Unió. Tette ezt doktriner módon, mint egy rossz edző, akit nem érdekel az, hogy a versenyző az 100 gátra készül, vagy maratonra, a megyei bajnokságra, vagy a VB-re. Mindenkire ugyanazt a receptet alkalmazták? Nem. A tiltás. Nagy politikai erő kellett hozzá, hogy fenntartsuk a Gazprommal kötött szerződésünket. Na, de hogy hova akarok kiukadni? Ez a folyamat oda vezetett, hogy a 2022-es esztendőben, és gyanítom, még nem fejeződött be a 23, de mivel egész évről van szó, hasonló volumenekről beszélünk, 200 milliárd eurónak megfelelő összeg áramlott ki az európai tagállamokból. Nagyrészt amerikai, orosz és arab pénztárcákban. Ez most a felár. Tehát a felár, ennyivel fizettünk többet az energiahordozókért a két évvel ezelőttihez képest. Azért mondjuk el még egyszer, 200 milliárd euró. Így van. Azt nem gondolom, hogy ez az egész okos politikával megsporolható lett volna. De azt igenis állítom, hogy legalább a fele, jó része igen. Tehát, hogyha az Európai Unió sikeresebben folytatja a politikáját, máshogyan megfordítva, nem ilyen sikertelenül, akkor nem felezte volna meg azokat a forrásokat, amelyeket ma zöld átállásra és energiapolitikára és függetlenségre tudnánk fordítani. Hisz, ahogy mondtam, 165, vagy közel 160 milliárd eurót fordítunk RRF programon keresztül európai szinten energetikára, és ha két évet összeadom, 22-t és 23-at, akkor körülbelül 200 milliárd eurót bent tarthattunk volna a tagállamokon belül. Ugye ehhez érdemes hozzátenni, hogy
még nem volt Covid, nem volt háború, akkor már beszéltünk, ez így kísérte tulajdonképpen az én elnöki ciklusomat is, az energia diverzifikációról, ez egy nagyon divatos szó volt. Magyarország nagyon-nagyon korán, se Covid, se háború nem volt, elkezdte ezt a munkát. Mi építettük meg először az interkonnektorokat minden szomszédos országba, Szlovákia felé, Románia felé, Horvátország felé. A horvátok csak nagyon nagy késéssel építették meg a saját oldalukon az interkonnektort, és tették egyébként a csőrendszerüket alkalmassá arra, hogy plusz gáz és plusz olajat szállítsanak nekünk. Ezt jó, hogyha tudjuk, ezeket megcsináltuk, és a szlovákokat leszámítva egyébként, a szlovákok voltak ebben igazából partnerek, nagyon korán, ideje korán elkészültek azok az interkonnektorok, amik például lehetővé teszik azt, hogy Európa más részéről, más régiójából, más földrajzi útvonalon is tudjunk gázt beszerezni. Csak egy adat, ugye nagyjából, ha valaki itt volt, ugye Hernádi Zsolt elmondta, 9 milliárd köbméter az éves gázfogyasztásunk. A szlovák-magyar interkonnektornak a kapacitása, ha jól emlékszem, az olyan 4-4,5 milliárd köbméter. Tehát Szlovákia felől, hogyha baj van, délről és keletről az éves fogyasztásnak a felét be tudjuk szállítani. A másik, amit csak nyomatékosítanék abból, amit a Gábor mondott, hogy mindazok a tervek, amikről majd beszélni fogunk konkrétan hamarosan a következő percekben, azokhoz egyelőre az átállási alapból, az Európai Unió zöld átállási alapjából Magyarország egy fillért nem kapott. Nem kapott. Ezt mind saját forrásból kell megcsinálnunk, úgy, hogy közben azért, részben a Covid, részben a háború miatt elég jelentős veszteségek érték a költségvetést. A harmadik egy kis színes, kevesen tették fel a kezüket, amikor azt kérdeztem, hogy itt voltak-e Hernádi Zsoltnál, a többieknek ez új lesz, amit mondok. Ugye Zsolt a következőt mondta, egyébként ezt megírta egy cikkben 2 héttel ezelőtt a Mandinerben. Azt mondják, hogy gyerekek, váljatok le az orosz olajról. Erre azt mondja a MOL, rendben van, ennek van egy időigénye, de van egy probléma. Az orosz olaj más összetételű, mint a Brent típusú olaj, ezért a mi finomító kapacitásunkat teljes egészében egy más technológiára kell átállítani. Nos, ha csináljátok. Majd ezek után a MOL elmegy az Európai Unióhoz, azt mondja, hogy na rendben van, akkor ehhez legalább egy részét adjatok ennek a finanszírozásához összeget, és arról a listáról, amit egyébként a magyar kormány a MOL-al egyetértésbe benyújtott, hogy erre szeretnénk uniós forrást megkapni, arról a listáról egyszerűen ezt az igényt lehúzták. Egy fillért nem kap rá a MOL. Egy fillért nem kapunk rá. Tehát saját erőből kell majd ezt megcsinálnunk. Tehát ez egy nagyon kétszínű és egy nagyon képmutató játék, hogy miközben van egy elvárás, hogy váljunk le az orosz olajról, az ehhez szükséges pénzügyi forrásoknak még egy részét sem kapjuk meg, pedig nagyon súlyos 100 milliárd forintokat kell a MOL-nak majd beleölnie egy ilyen technológia váltásában. Na most akkor menjünk végig az egyes energiahordozókon. Kezdjük a széllel, mindenki ezt kérdezi tőlem, változik-e a kormány álláspontja a szél energia termelés tekintetében? Változik-e? Mik a tervek? A terveink szerint a szél részét fogja képezni a jövőben az energiamixnek. Viszont, ha már sokat emlegettük Brüsszelt, akkor itt sem hagyhatjuk őket szó nélkül. Jelenleg vitába állunk az Európai Bizottsággal a következők miatt. A mi terveink szerint jelenleg kb. 300 megawatt szélkapacitás van Magyarországon. Ezt a 2030-as időszakra 1000 megawattra fel lehet emelni. A szél egy kitűnő kiegészítő terméke a napnak, hiszen nem napszakfüggő, és nagyobb kihasználtsággal is tud működni, míg a napenergia, a nap elemek körülbelül 15-18%-os hatékonysággal funkcionálnak, addig a szél 20-25%-kal. Tehát van értelme a szélben gondolkodni. Háromszoros lesz a kapacitás, a névleges kapacitás, ez mit jelent? Új szélkerekek telepítését, vagy a régiek, hiszen az elsők azok már elavultak, lecserélését, és tudjuk, hogy azoknak a helyére egy nagyobb hatásfokú, magasabb
tehát több energia termelésére képes lapátokat lehet föltenni, vagy a kettőt együtt? Jó a kérdés, a kettőt együtt. Többségében egyébként fejlesztés, tehát a meglévő parkok fejlesztését, vagy a szélturbinák cseréjét. Ugye ezek a 2010-es évek elején, vagy azelőtt épült erőműveknek olyan 1,5 megawatt a teljesítménye turbinánként. Ma már a technika 3 megawattot is tud. Tehát hatékonyabban lehet őket működtetni, úgyhogy a legtöbb beruházó érdekelt lesz egy felújítási program végrehajtásában. Tehát én azt gondolom az 1,000 megawatt egy döntő része ígérhetően, de jelent ez új beruházásokat is. Olyan elsősorban nyugat-magyarországi területeken, ahol a szélviszonyok ezt lehetővé teszik, mert azt ne felejtjük el, hogy az ország jelentős részén egyszerűen üzletileg nem éri meg szélkereket létesíteni, és talán kevesen tudják, hogy ha levesszük Magyarország teljes területéből az erdőállományt, a Natura 2000-es területeket, a katonailag védett területeket, a közigazgatási határtól számított 1-2-3 kilométeres területeit a településeknek, akkor marad 8-9% az országnak, ahol elméletileg szélerőművek létesítésére lehetőség nyílna, na és ezeken belül se éri meg mindenhol. Tehát az a veszély azért nem fenyeget minket, hogy mindenhol szélkereket rátunk az országban. Ha egy megjegyzés, mert nem akarok leragadni a szélnél, van még más is bőven, amiről beszélni akarok, de aki a téma iránt érdeklődik, és nem csak ezt a nagyon leegyszerűsítő részben ideológikus mantrát akarja hallani. Reklámoztam már az elmúlt napokban, Gerencsér András, a Pannon Egyetemnek a rektora írt egy könyvet. Egy vékony kis könyveske, gyorsan el lehet olvasni. Ábrándok bűvöletében. Majd találnak egy olyan számítást, hogy a szélkerekek telepítése, mert ugye ott betontalapzatot kell, annak van szén-dioxid lábnyoma, aztán acél oszlop van, aminek szintén van szén-dioxid lábnyoma, aztán a lapát elkészítésének szintén van szén-dioxid lábnyoma, ha ezt mind összeadjuk, akkor egy nagyon érdekes számot fognak majd találni, hogy mikor válik igazából hatékonyá, és mikor válik igazából környezetbaráttá egy szélerőműnek a telepítése. Azt majd kíváncsian várom egyébként, hogy amikor leszerelitek az első lapátokat, azokat hova fogjátok tenni. Mert Dániába egyébként elássák a homokba, a tengerparti homokba. Majd kíváncsi vagyok, hogy Magyarország mit csinál ezekkel a leszerelt lapátokkal. Tehát itt még egy következő kérdés, hogy mit csinálunk a már előregedett szélkerekekkel, meg a naperőművekre, és egyébként ugyanez a kérdés igaz. Na, váltsunk naperőművekre. Egy nagyon érdekes hírt találtam néhány nappal ezelőtt. A hír az így szól, az elmúlt 3 hónapban a háztartási kiserőműveknek, naperőművekről van szó, a teljesítménye 171 megawatttal nőtt. Az elmúlt 3 hónapban. Erre pedig még soha nem volt példa. Ez a hír. Azt én tudtam, hogy az elmúlt években, az elmúlt 5 évben egészen pontosan, minden évben megduplázódott a magyarországi naperőművi kapacitás. De ez nekem egy új információ volt. Ez egy pontos sajtóhír, vagy valaki valamit rosszul számolt? Ez egy pontos sajtóhír. Ugye az energiaválság hatására a háztartások saját ellátásukra nagyobb hangsúlyt fektettek. Azok is beruháztak napelembe, akik eddig nem gondolkodtak, és eznek ilyen hatásai voltak. De hogy még egy érdekes számadatot mondjak, vagy egy más megközelítést talán. 2010-ben 1 megawatt napenergia kapacitás volt Magyarországon. Innen indultunk. Eltelt 13 esztendő. Ma 5100 megawatt naperőmű kapacitással rendelkezik az ország. Ebből 3100 ipari, tehát nem háztartási méretű kiserőmű, 50 kW feletti, és 2100 háztartási méretű, vagy 2000 megawatt pedig háztartási méretű kiserőmű. Ha 15%-os arányjal számolunk, akkor könnyen eljuthatunk oda, hogy 13 esztendő alatt semmiből tulajdonképpen 2 paksi blokknak megfelelő tényleges napenergia teljesítményt épített fel az ország.
Itt ugye nem akarunk megállni, mert az energiaterv az az, vagy a klímatervben az van, hogy ez a kapacitás, ez 12.000 megawattra bővül. Így van. Ami szintén ezzel a 15-18%-kal számolva már egy paksi atomerőmű, és akkor 2010-ben elindultunk onnan, hogy volt egy paksi atomerőművünk, és egy megawatt napunk, és 2030-ra reményeink szerint pedig elérünk oda, hogy van három tulajdonképpen paks egyes méretű kapacitásunk, egy a megmaradó paks egy, arról még valószínűleg beszélni fogunk, annak a életciklusáról, egy paks kettő, ami szintén hasonló teljesítményre lesz képes, és egy naperőmű rendszer, amelynek a tényleges teljesítménye tudja majd hozni az egy-egy atomerőmű teljesítményét. Úgyhogy ezt egy nagy sikernek éljük meg, és nem véletlen, talán ebből kiderül, hogy nem véletlenül alapozza a kormány az energiapolitikáját erre a két lehetőségre. Ez képezi az energiamixünk fő oszlopait. Hálózatfejlesztés szempontjából és a tároló kapacitás kiépítése szempontjából, amire utaltál, hogy akár a nap, akár a szélenergia igazából akkor használható hatékonyan, hogyha a tároló kapacitást is megépítjük. Megint csak egy kis színest hadd mondjak, nem biztos, hogy mindenki tudja. Majd az atomenergiához tartozik, de egyébként itt talán itt érdemes a tárolókapacitásnál ezt fölvetni. Ugye a paksi atomerőmű folyamatosan termel. Az energiafogyasztásunk éjszaka jóval alacsonyabb, mint a reggeli vagy az esti ciklusban. Mi történik az éjszakai paksi 3-mal? Ausztria megveszi, olcsón, szivattyús erőművekkel eltárolja, majd ezek után napközben, amikor nekünk szükségünk van rá, eladja nekünk, és keres rajta. Azért jó, hogyha ezt tudjuk. Tehát a tárolás problémája ezért sem érdektelen, akár nap, akár szél, akár más energiáról van szó, hogy mit is csinálunk, az éppen abban az időpontban, az éppen abban a napszakban fölösleges, pontosabban nem fölösleges, de fel nem használt energiával. El tudjuk-e tenni későbbre? És itt most egyelőre csak órákról, meg napokról beszélünk, ottól még nagyon-nagyon messze vagyunk, ezt a Gábor elmondta, és ez az alapkérdés egyébként, hogy a nyári napot, napenergiát nem tudom eltárolni karácsonyra. Ez ma még technológiailag nem megoldható, sajnos. Na tehát hálózatfejlesztés, tárolás. Igen. Talán érdemes onnan elrugaszkodnunk egy ilyen rövid kis történet, hogy a mindenkori mavéri vezérigazgatók, amikor egymást váltják, akkor egy gyertyát ad előd az utódnak, azzal a felütéssel, hogy nálam nem kellett meggyújtani, reméljük nálad is így lesz. Ez talán jó példázza azt, hogy a magyar villamosenergetikai rendszer mire épül. Arra épül, hogy ne legyen blackout, ne legyen hálózatkimaradás. Ez nem mindenhol van így. Tehát az Amerikai Egyesült Államokban a társadalmi élet része bizonyos szintű áramkimaradások, de nem kell messze menni Németországba is. Észak-Németország és Dél-Németország hálózati összeköttetése miatt már akut probléma Dél-Németországban, hogy komoly áramkimaradások vannak. A magyar rendszer ebből a szempontból egy robosztus, erős rendszer. Még ilyen kihívások mellett sem következett be az, ami akár Németországban, akár az USA-ban, tehát nem voltak jelentős hálózati kimaradások, blackoutok. Ezt a jövőben is igyekszünk elkerülni. De ezt tenni kell, hatalmas mennyiségű pénzre van szükség. Legalább 800 milliárd forintot el kell költeni az elkövetkezendő 10 esztendőben hálózatfejlesztésekre, csatlakozási pontok kiépítésére. De ez a munka legalább elvégezhető, csak az energetikával egy tóvonásnak is 2 év az idő intervalluma, tehát itt azért 10 évekről beszélünk, mire egy komoly, nagy hálózatfejlesztési programot végre lehet hajtani. De ez megcsinálható. A nagyobb probléma, ahogy te is mondtad, a energia tárolásával van. Vannak a futurisztikus elképzelések, amelyekre a technológia megvan, de még ma üzletileg nem éri meg. Sokan a hidrogén tekintik ennek a nagy kitörési pontjának. De ma, ha lábunk leér a földre, akkor az a helyzet, hogy 2 alapvető eszköz létezik. Az egyik az akkumulátor, a másik pedig a szivattyús tározós erőmű.
Az utóbbiról néhány gondolat. Nem volt nagy sajtója, de a kormány hozott egy határozatot arról, hogy vizsgáljuk meg a szivattyús tározós erőművek létesítésének lehetőségét Magyarországon. Van egy hányados, amit az energiaiparban gyakran használnak, egy ország megújuló energia kapacitásához képest a szivattyús tározós erőmű kapacitás mekkora? Messze mi sereghajtók vagyunk az Európai Unióban, még nálunk is szerényebb domborzati viszonyokkal rendelkező Belgiumnak is nagyobb szivattyús tározós kapacitásai vannak, a környező országokról nem beszélve. Tehát Németországban 6-szoros a szorzó, Ausztriában 5-szörös a szorzó, Szlovákiában is 1,5-szeres, románoknál 4, szerbeknél is többszörös. Tehát a megújuló kapacitásaiknak többszörösével rendelkeznek szivattyús tározós erőművekben. Ezt legalább ennek vizsgálatát nem sporolhatja meg a magyar kormány sem. Még akkor is, hogyha pontosan tudjuk, hogy ez egy nagyon komoly társadalompolitikai kérdés is, tehát nem csak energiapolitikáról, hanem társadalompolitikáról is beszélünk, és még környezetvédelemről is, de hisszük azt, hogy van olyan pontja az országnak, ahol a helyi közösség mögé állítható egy ilyen ügynek, és ezt a vizsgálatot kérte Lantos minisztertől a kormány, és a jövő év közepére le kell raknunk egy elemzést az asztalra, hogy hol van lehetőség ilyen technológiai létesítésre. Meggyőződésem, hogy ez az az eszköz, amivel szintet tudnánk lépni. Az akkumulátor is egy jó eszköznek tűnik, különösen ha gyártókapacitások is vannak Magyarországon, de egy komoly méretű szivattyús tározós erőmű az a szintlépést jelentene a magyar energetikában. Igen, erről sokat és sokan beszéltek már, én csak laikusként, mert energiában laikus vagyok, de esetleg, és most erről nem akarok vitát nyitni, vagy nem akarom ebbe az irányba elterelni a beszélgetést, mert nagyon sok témánk van, hogy meggondolni azt, hogy a szomszédos, jobb domborzati viszonyokkal rendelkező szomszédországokban esetleg kvázi bértároló kapacitást vásárolni, szerezni. Szlovénia, Horvátország, Románia, Szlovákia rendelkeznek olyan területekkel, szerintem, ahol környezetvédelmi problémák nélkül, lakossági konfliktusok vállalása nélkül is talán velünk együttműködve, és nyilván nekik is meg kell találni ezen a hasznot, de talán rendelkezésünkre tudnak bocsátani olyan területeket, ahol mi a fölös energiánkat el tudjuk tárolni. És nyilván ők ennek az árát majd meg fogják kérni. Gondolkodtatok ezen? Igen. Akkor nyitott kapukat döngetek, hurrá! Említetted, hogy biztos, hogy beszélni fogunk Mátráról. Hát persze, hogy fogunk beszélni Mátráról. Az egyetlen szén erőművünk, aminek most az üzemideit egy kényszer hatására, ugye nem volt elegendő mennyiségű külföldről beszerezhető áram, tehát meg kellett hosszabbítani, hiszen mégiscsak a magyar energia 10%-át a mátrai erőmű állítja elő. Igaz, hogy a széndioxid kibocsátásnak is több, mint a 10%-áért ez a mátrai erőmű felel. Csak megint, hogy az összefüggéseket lássák, a magyar erdők, a teljes erdőfelületünk semlegesíti a Mátra által kibocsátott széndioxid teljes összegét. Tehát a magyar erdők elnyelő kapacitása az annyi, mint amit Mátra kibocsát. Ezért nem mindegy, hogy mi történik Mátrával, nem mindegy, hogy leállítjuk ott a széntüzelésű vagy erőműveket, a szénerőműveket, de egy, első kérdés, mikor fog ez megtörténni, mi az új határidő, kettő, mivel fogjuk az ott megtermelt energiát pótolni, hiszen azt pótolnunk kell, vagy külföldről vásároljuk, de ugye ezt nem akarjuk, hanem pótolnunk kell. Ugye három megoldást tervezett a kormány, de ezt majd te mindjárt elmondod röviden. Köszönöm szépen. Igen, a mátrai erőmű egy kényes és aktuális kérdés jelenleg is. Közeljövőben még ebben az évben foglalkozni fog vele újra a kormány részletesebben. De hogy legyen egy keretrendszerünk, szuverenitás, zöld politika, 4 milliárd tonna a lignit vagyon a Magyarországnak. Csak Bükkábrányban és Visontán 600 millió tonna kitermelhető lignittel rendelkezünk. És közben 5-6 millió tonnát éget el Mátra egy esztendő alatt.
Ez csak azért kívántam elmondani, hogy csak bükkábrányban és visontán 100 évnyi működésre elegendő nyersanyaggal rendelkezik még az erőmű. De mind az igaz, hogy egy jelentős kibocsátóról beszélünk, még ha azok a számok, amiket említettél, azok egy 2-3 éve voltak igazak. Most visszavette a termelését a Mátra részben műszaki okok miatt, mert egyszerűen olyan karbantartásokra szorul, hogy nem tud teljes üzemmel működni. Három blokkja az, amely a tényleges teljesítményi javát adja, és az egyik állandó problémákkal küzdik. Úgyhogy ez a széndioxid kibocsátás, ez most inkább ilyen 3,5-4 millió tonna per év, a korábbi 6-7 helyett. Na de, attól még egy aktuális kérdés, hogy mi lesz vele. Egy biztos, addig működtetni kell a Mátrát, míg a helyettesítő erőmű nem lép üzembe. Az MVM és a tulajdonosa arról döntött, hogy 3 CCGT gázüzemű blokkot létesít az országba, egyet Mátrán, ez egy 650 megawattos gázerőmű blokk, hogy enyhítsem a klímanyomást, eznek képesnek kell lenni 10% hidrogén befogadására is. Úgy lett kiírva a tender, már kiírt pályázatokról beszélünk, reméljük, hogy jövő év elején szerződéskötést realizálhatunk, és Tiszaújvárosban pedig 2-500, tehát 1000 megawatt gázerőmű létesülne. Tehát összesen durván 1500 megawatt. Amíg ezek a üzemek életben nem lépnek, ez 26 vége, 27 eleje, addig a Mátrára szüksége van a magyar energetikának. Úgyhogy mindent meg is fogunk tenni, ha kell tőkeemeléssel, ha kell egyéb módon pénzt biztosítunk a Mátrának ahhoz, hogy energiával és legfőképpen feszültségszint biztosítással hozzá tudjon járulni a keleti régió működéséhez, ahova most az újraiparosítási program keretében számos komoly energiaigényű vállalat érkezik. Tehát Mátra és a Mátra, hogyha ha már a szénről le tudunk válni, ugye akkor naperőmű park telepítése zajlik, egy gázerőmű, ennek a közbeszerzési része azt hiszem talán most már a vége, vagy már ez is... Igen, jövő év elején reméljük szerződést. És akkor volt egy olyan, amikor ezt olvastam a sajtóban, egy harmadik, egy ilyen biohulladékot, háztartási hulladékot felhasználó, vagy ennek a egy olyan keverékét felhasználó erőmű is épülne, ebből a háromból állna össze. Igen, ez a energiamix. Igen. Lejárt az időnk, de nem hagyom magam. Van még türelmük? Azért Paksról csak szeretnének hallani valamit, nem? Úgyhogy menjünk át az atomenergiára. Nézzük meg, hogy ugye te is föltetted ezt a kérdést, csak megismétlem. Paks 1, üzemidő hosszabbítás, Paks 2, megépítés, hogy állunk? Az, hogy mik a kormányzati tervek, ezt mindenki, aki a téma iránt érdeklődik és újságot olvas, híreket néz, az pontosan tudja, hogy a kormányzati szándék nem változott, de hogy állunk most, hol tartunk most? Hát Paks az égköve jelenleg ugye a magyar energetikának, anélkül 2030-ig nincs élet, meg utána se nagyon. Ezt realizálta az Energiaügyi Minisztérium is, és a kormány is, úgyhogy döntött az üzemidő hosszabbításra. Ugye Paks 82 és 87 között létesült, tehát a 50 éves üzemideje 32 és 37 között jár le. Fölállt egy komplex team ennek vizsgálatára, a részletes megvalósíthatósági tanulmányok, környezetvédelmi engedélyek, műszaki dokumentációk kidolgozására. 598 feladatot azonosítottak, és haladunk ezen végig, ez egy 10 éves folyamat. Ma azt látjuk, hogy körülbelül 500 milliárd forint fog kerülni a paksi üzemidő hosszabbítás, ami nem természetesen nem egy év alatt jelentkezik, hanem főleg a 2020-as évek második felétől a 30-as évek elejéig. És azt is látjuk már az előzetes műszaki vizsgálatokból, hogy realitás 20 évvel meghosszabbítani a paksi atomerőmű életciklusát. Tehát az 52,
57-es periódusig. Úgyhogy jelenleg égbe kiáltó akadályokat nem látunk, zajlik a munka, ez a láthatatlan része a folyamatnak. Amúgy sem lesz annyira látványos nyilván, mint a Paks 2 beruházás, hiszen belső átalakítási, korszerűsítési munkálatoknak kell alávetni a Paks 1-et. Ez a külvilág számára kevésbé lesz látható, de a tulajdonosi kormány és vállalati döntések vannak és dolgoznak a szakemberek, úgyhogy jelenleg akadályokat nem látunk. A Paks 2 beruházás az egy, arról csak érintőlegesen tudok beszélni, mert nem akarok azzal az olcsó kifogással élni, hogy nem a minisztériumunkhoz tartozik, inkább csak azzal, hogy amit tudok, annak is csak egy részét mondhatom el üzleti és néhol államtitkok miatt is. De lényeg a lényeg, hogy a háború az nehéz helyzet elé állította a projektet, főleg pénzügyi elszámolási szempontból, hogy a pénzügyi szankciók miatt egyszerűen a pénzmozgás és a munkaerőáramlás ellehetetlenült Oroszország és Magyarország között. És ha jól értem, Szijjártó miniszter úr lehet most újra életet. Módosították a szerződéseket aként, hogy a pénzügyi folyamatok segítsék az építkezést, ezt az Európai Unió bizottságával is leegyeztették, és elkezdődött a immáron a második kivitelezési, második fázis, ami a konkrét kivitelezést jelenti. Ez azt jelenti, hogy a földkitermelés most már a 6-os blokknál is elindult, és reményeink szerint idén elindul a résfalazás, ami egy méter vastag réteg lefektetését jelenti néhol 30 méteres mélységbe, és Oroszországban meggyártják a turbinát, ez a tudásom, úgyhogy a reményeink szerint a 30-as évek legelejére oda lehet érni a projektet. Itt két megjegyzés hadd tegyek, az egyik visszautalva arra, amit a Gábor korábban mondott, az úgynevezett zsinóráramra szükségünk van. Tehát hiába növeljük, bővítjük a szél erőművi kapacitást, hiába növeljük majd 12 ezer megawattra a naperőművi kapacitást, ugye mindig névleges és tényleges, sose felejtsék el, a kettő között tényleges különbség van, hiába ezek időszakos áramforrások, tárolással együtt is csak a tárolás is csak rövid ideig tudjuk megoldani, tehát folyamatos üzemmódban működő erőművekre, ez atomerőmű és gázerőmű szükségünk van. Különben az energiaellátás biztonsága nem, az csak egy vágyálom marad. Tehát enélkül nem tudjuk biztosítani azt, hogy itt ne folyamatosan villózó fények legyenek, és ne kapcsolódjon le állandóan a technika. És nagy eredménye az energiaválságnak az, hogy ez többé nem itt vita. Tehát most már tényekről lehet az atomenergia keretében beszélni, mert az EU a taxonómia szabályai közé beemelte az atomenergiát, tehát legitimmá vált. Igen, ez egy fontos megjegyzés volt valóban, hogy ma már, hogy a 2050-ig legalábbis az Unió is, bizottság is, és sőt az Európai Parlament is azt mondja, hogy a gáz és az atomenergia az erre az átmeneti időszakra kvázi zöld, az átállás segítő zöld energiának minősül. A másik megjegyzés, mert kevesen tudják ezt is, a paksi atomerőmű az nem orosz beruházás csupán. Ebben az erőműben ott van a Westinghouse, amerikaiak, ott van az Alstom, ott vannak a franciák, és ott lett volna egyébként, hogyha nem szállnak ki a zöldek nyomására a németek, a Siemens. Tehát ez eredetileg is így volt, egy amerikai, francia, német és orosz koprodukció. Ebből a németek kiszállnak, alapvetően ideológiai okok miatt, és helyükre majd valószínűleg belépnek a franciák, nem? De akkor is még egy amerikai, francia, orosz koprodukcióról beszélünk, tehát azért vegyük figyelembe, hogy ez az atomerőmű nagyon sok elemét tekintve amerikai és francia technológiával fog majd működni. Tehát miközben mindenki köpködi ezt az erőművet, meg az orosz technológiát, jó, hogyha látja, hogy emögött egészen más technológia jelenik majd meg, mint ahogy egyébként ez a mostanában is így van. Na mindegy. A hidrogén. Egy kérdés. Valóban csodafegyvere a hidrogén? És ugye Kardoskúton egy üzemet május 9-én munkába állítottatok, az még elég rövid idő, van valami tapasztalata már ennek az üzemnek, az üzem működésének?
Hát a hidrogénre sokan csodafegyvernek tekintenek, ma még ezt nem igazolta be. A jó hír az, hogy a technológia tudja azt, amit tudnia kell. Tehát vannak elektrolizáló berendezések, amelyek képesek vízből hidrogént előállítani. Nyilván ez energiát igényel, ebből adódóan jó ez zöld áramból előállítani. De ezek még drága beruházások. Jelenleg a megtérülési idők olyan hosszúak, hogy senki üzleti alapon nem vág bele. És ha még a hidrogén kinyerés folyamatát át is vészeljük, akkor két komoly problémával szembesülünk, az egyik a szállítás, a másik pedig a tárolás. De könnyű azt mondani, hogy a mai magyar gáz MVM, FGS által működtetett gázvezetékrendszer és a DSOK által működtetett elosztórendszer alkalmas lehet hidrogén szállítására is, de aki a kémiában és a fizikában is jártas, az pontosan tudja, hogy a hidrogén egy más típusú működési forma, mint a gáz, könnyebben szivárog, kisebb mérete miatt, tehát biztonsági intézkedések nélkül ez életképtelen, magyarul bevonatolni kellene ezeket a csöveket, magyarul újra kéne gondolni az egész infrastruktúrát, és ezek hihetetlen pénzekről beszélünk. A másik meg a tárolás, amivel legalább ugyanennyi probléma van. Egy veszélyes anyagról beszélünk, szintelen, szaktalan, szintelenül ég, tehát kiemelt probléma ennek tárolása. Nem véletlenül, akik ebbe gondolkodnak, azok főleg tenger alatti elhagyott gázmezőket néznek ki, nem pedig egy ország földrajzi területén található, szárazföldi területén található tárolókat, de ott is ugyanúgy probléma az, mint a vezetékrendszerben a szivárgás, amelyre még jelenleg megnyugtató megoldás nincs. Amit ma viszont tudunk, és amire ez az Aquamarine projekt, amire te is utaltál, próbál választ keresni, megnyugtató eredménnyel, ugyanis a próbaüzem már zajlik, és még nem láttunk veszélyes eseményeket, hogy elegyíteni lehet-e a földgázzal, nem kizárólag hidrogént betáplálni a rendszerbe, hanem földgázzal elegyítve mint tárolni, mint pedig a csővezetéken elszállítani. Ez egy 5 milliárdos beruházás, most már ugye a kivitelezés véget ért, próbaüzem zajlik, és reméljük, hogy jövő év elejére már számszaki adatokkal is szolgáltunk, de biztatóak az eredmények. Hát még egyszer, hidrogén, mert sokan ugye csodafegyver, sőt Németország teljes egészében a hidrogénre akar építeni az energiastratégiáját. Robbanásveszély, amire a Gábor utalt, tárolásnál súlyos probléma, a szállításnál. Ha csak 10% a hidrogén elszivárgása, ha csak 10%, már pedig a mostani földgáz szállítására használt csővezetékeknél garantáltan 10%-os szivárgás a hidrogén esetében, kisebb molekuláról beszélünk, ezért van a szivárgás, ezért nagyobb a szivárgás, tehát biztos, hogy legalább ennyi szivárgás van. A szakértők számítása szerint, ha 10%-os a szivárgás a hidrogénnek, akkor nem oldottunk meg semmit a klíma problémákból, legalább akkora kárt okozunk, mint a földgáznak az elégetésével. Tehát semmivel nem vagyunk közelebb a globális klímakérdésnek a megoldásához. A harmadik pedig az ár. Ma zöld hidrogén. Mit gondolnak? A világon előállított hidrogént, vagy sokféle módon állítják el a hidrogént, és a kulcskérdés, hogy honnan veszem az erőforrást. Hány százaléka a világon előállított hidrogénnak zöld? Mit gondolnak? Ennyi. Ennyi. Az összes többi az nem zöld hidrogén. Azt vagy szén felhasználásával készült áramból, vagy földgázból állítják elő, mindegyiknek van széndioxid kibocsátása. Tehát a zöld hidrogén ma még nagyon minimális mennyiséget jelent, nagyon drága, nem biztonságos, és a szállítása nem megoldott, tehát egyelőre csodafegyvernek semmiképpen nem tekinthető szerintem. És akkor az utolsó kérdés, geotermia. Magyarország, ez megint egy közkeletű vélekedés, hogy a termálvizek országa, gazdagok vagyunk, miért nem használjuk jobban a termálvizet energiatermelésre és áramtermelésre. Ennek egy meglehetősen egyszerű oka van, de ezt meghagyom neked, hogy mondd el te. Köszönöm szépen. Utolsó témánk ugye a geotermia. Talán mindenki
aki erről a beszélgetésről következtetéseket akar levonni, azt megállapíthatja, hogy csak függetlenséget biztosító energiahordozókról beszéltünk, és sok helyütt akadályokba ütközünk, hidrogén, szénnél, atomnál és naplál talán bővíteni tudjuk a mixünket, és én így gondolkodom a hidrogénről is. Annak ellenére, hogy azok, amiket te mondasz, azok ténykérdések. Tehát ma, a mai technológiával a geotermia villamos energia előállítására korlátozottan alkalmas. Egy darab ilyen komolyabb erőmű létezik ma Magyarországon, ez a Túrai erőmű, 3 megawattos kapacitással, 3. Tehát üzletileg ez még kevésbé értelmezhető. Ugyan kiválóak Magyarországnak a geotermia adottságai, tekintettel arra, hogy a földkéreg nem olyan vastag, és könnyű eljutni a vízhez, de a víz hőfoka az 80-90 fokos, és áramtermeléshez nem ártana egy olyan 120-130 vagy a fölötti hőfokkal rendelkezni. De amiért én bizakodó vagyok, az az, hogy ez a ma helyzete, egy technológia átállási folyamatban vagyunk, el fog jutni oda a technika és a technológia, meg véleményem szerint középtávon, hogy alacsonyabb hőfokú vízből is elektromos áramot tudunk előállítani, de ez ma még nincs így. Tehát üzleti alapon ez még ma értelmezhetetlen. Még akkor is, ha a geotermia vagyonunk az a mélyebb rétegekben 60 petazsúl, a földkérekhez közelebbi rétegekben 30, tehát összesen 100. Ha ezt terawattórára le akarom fordítani, annélkül, hogy elvesznék a számokba, a hazai lakosság által elfogyasztott éves gázmennyiség körülbelül 60%-át képes lenne kiváltani a geotermia. Ha mindenhol az ország területén elérhető lenne, és ha mindenhol rendelkeznénk csővezetékkel, túl sok a ha benne, csak a mennyiség miatt vonna, és a villamos energiának is egy körülbelül 40%-át képes lenne a geotermia előállítani. De nem tartunk itt technológiailag. Ma a realitás középtávon az, hogy körülbelül 1 milliárd köbméter földgázt ki tud váltani a geotermia. Ez részben akként, hogy a távhőben földgáz helyett, ahol lehetőség van rá, de ez lokalitási kérdés, a földgáz égetése helyett geotermiával fűtünk. Másrészt pedig az ipari felhasználás által, az ipari üzemek, ahol hőre van szükség, azt nem gáz elégetésével nyerik, hanem ahol szintén közel van egy kinyerő kút, vagy lehetőség geotermia felhasználásával. Így a mi elképzelésünk szerint 1 milliárd köbméter földgázt középtávon ki lehetne váltani. A villamos energia ellátásban való részvétele ennek az erőforrásnak ma még nem realitás, de azt gondoljuk, hogy ez hosszú távon igenis ezzel érdemes foglalkozni, úgyhogy erőforrásokat is szánunk rá. Csak hogy jó hírrel szolgáljak, Szegeden helyeztek üzembe egy ilyen erőművet, nem áramot termel, hanem távhő, de ha jól emlékszem, 23 vagy 25 ezer lakást kapcsoltak rá erre, tehát nagyon nagy szám. Miskolcon ugyanígy, Mosonmagyaróváron ugyanígy, tehát használjuk a geotermikus adottságainkat egyre több helyen távfűtésre, mert energiatermelésre sajnos nem elég forró a vízünk. És akkor az utolsó megjegyzésem, csak két adatot kapcsoljanak össze. A Gábor ugye azt mondta, hogy a Turai egyedüli és egyetlen energiatermelésre használt geotermikus erőművünk 3 megawatt teljesítménnyel működik. Mit mondtam jó néhány perccel ezelőtt? Hogy 3 hónap alatt, csak az elmúlt 3 hónapban 171 megawattal nőtt a naperőművi kapacitás Magyarországon. Tehát az arányokat érezzék, hogy mi és hogyan történt itt az elmúlt időszakban. Köszönjük szépen mindenkinek a figyelmet és a türelmet!